Beszélgetőtársam Kovács Mária, Magyar Vöröskereszt Karszagi területi szervezetének a vezetője. Itt vagyunk a Dériné Kulturális Központ aulájában. Miért vagyunk itt? Mi történik itt ma? Igen, tehát a mai nap folyamán van az havi véradásunk. Mint bizonyára sokan tudják, hogy minden hónapban egy alkalommal a Művelődési Házban szervezünk a város lakossága részére véradásokat. A mai napra 80 fő véradót várunk, de sajnos nem sok remény van arra, hogy ez a 80 fő véradó meg is fog jelenni. Mi lehet ennek az oka? Igen, hát a véradás az a Magyar Vöröskereszt egyik fő küldetése. Az önkéntes és térítésmentes véradás szervezése az egész az 1930-as évekre nyúlik vissza. A véradó mozgalom ez idő alatt kisebb-nagyobb töréseken ment keresztül. Én úgy érzem, hogy most is egy bizonyos értelemben válságba került. Az országban is tapasztalható az a jelenség, illetve a városban is tapasztalható, hogy a véradók egyre kevesebben jönnek véradásra, tehát egyre nehezebben tudjuk a vállalt éves tervünket teljesíteni. Emögé véleményem szerint, sokszor elmondtuk már, a munkahelyek megszűnése áll, illetve a fiatalok véradó kedve nem olyan lelkes, mint pár évvel ezelőtt volt. Illetve a nyáron ez a véradás csökkenése fokozottan jelentkezik, mivel a véradók elmennek szabadságra, iskolába már nincs tanítás, tehát nem igazán tudunk honnan toborozni véradókat, holott a nyári vérszükséglet pedig azt lehet mondani, hogy egész magas, hiszen nyáron vannak elég sok baleset, és ennek a pótlása sokszor gondot okoz. Úgy tudom, hogy az Országos Vérrelátó Szolgálat holnap egy országos véradó napot szervezett az ország öt nagyobb városába a véradó készlet pótlására, illetve felkészülve a nyári véradásokra. Sokan félnek a tűtől. Hogyan gondolja, hogy ez lehet annak az oka, hogy nem adnak annyian vért, félnek tőle, hogy szédüléssel jár, stb. Erre lehet igazából hivatkozni? Igen, hát sajnos ez tapasztalható, hogy nagyon sokan nem igazán tudják, hogy a véradásra sokat, tehát már előtte való nap úgymond kell dolgozni, sokat kell enni, inni, illetve a véradás napján is bőséges folyadékot, illetve táplálékot kell magunkhoz venni, és úgy kell a véradásra jelentkezni. Akkor szoktak ezek a kellemetlenségek bekövetkezni, ha a véradó keveset eszik, illetve kevés folyadékot iszik, illetve volt már olyan diák is, aki egyáltalán nem is evett, éjgyomorral jött vért adni, és ilyenkor történnek ezek a kellemetlenségek, rosszul lesznek, látják a diáktársai, és ez egy idézőjelben elrettentő például szolgál a többiek számára, és sajnos azok közül, a fiatalok közül legközelebb alkalomra nem fognak eljönni. Hát a tűtől való félelem az egy ilyen poén a fiatalok körébe, egymást ezzel szokták riogatni. Hát van, aki ezt komolyan veszi, van, aki nem. Mennyi vért vesznek valakitől, hogyha mondjuk eljön ide véradásra? Igen, tehát egy alkalommal 4,5 deci vért vesznek az illetőtől, egy csekély mennyiség. Ez tehát semmiféle komplikációt nem okoz, ha egy egészséges emberről van szó. Tehát akkor szoktak ezek a rosszulétek, illetve egyéb kellemetlenségek bekövetkezni, ha említettem már, hogy nem úgymond keveset folyadékot fogyasztott, illetve kevés táplálékot vitt be aznap. Van egy olyan mondás, hogy nagyon jó, hogyha valaki vért ad bizonyos időközönként, mert akkor felfrissül a vérkészlete, új vért elmerődik. Hogyan is van ez? Igen, tehát egy ember, illetve a férfiak évente 5 alkalommal, a hölgyek évente 3 alkalommal adhatnak vért. Valóban úgy van, tehát rendszeres véradóink, többszörös véradóink, akik már 50-60-70-szeres véradóink tapasztalják, hogy szinte szervezetük érzi, hogy szükség van erre a véradásra. Szinte eljönnek véradásra, és akkor a szükséges mennyiségű vért leveszik, és megkönnyebbülnek. Illetve a véradásnak van egy úgymond prevenciós jellege is, hisz a levett vérből különböző vizsgálatokat végeznek, ami a véradó számára egy megnyugtató biztonság, és vannak véradóink, akik pont ezért jönnek vért adni, mivel tehát egy ilyen szűrővizsgálaton mennek át, és megnyugtató, hogyha egészségesnek találják. Kik adhatnak vért, ha
jól emlékszem, hallottam egyszer olyat, hogy egy bizonyos minimális súlynak is lenni kell nőknél. Igen, tehát 50 kiló alatt nem adható vér, a 18 évet betöltött egyének adhatnak, és 65 évig adható ez a vér. Direkt megkérdeztük oda bent. Nagy hiány van a vérből országosan? Igen, hát bizonyára többen is hallják az országos médiában, és ez a trendi, hogy tehát ugye csökken a véradók száma, mint a korábban is már említettem, a vérmennyiségre meg szükség van. Igen, sajnos főleg a nyári időszakban ez fokozottan jelentkezik. Régebben a véradók kaptak például szabadnapot a munkahelyükön. Most mi ezzel a helyzet? Van-e még ez a jelenség? Igen, hát sajnos ez is az egyik oka a véradókes csökkenésének, hogy ez a fajta szabadság már megszűnt, tehát a véradó saját szabadsága terhére, illetve saját szabad ideje rovására jön vért adni, és hát nagyon kevés munkahely az, ahol támogatják a véradóknak a véradáson való megjelenését. Önök néha szoktak különböző akciókat szervezni, most név nélkül szponzorokat keresnek, hogy mégis valamit cserébe adjanak a véradóknak. Igen, hát próbálunk minden lehetőséget, illetve forrást megmozgatni, és én bízom benne, hogy a nyári véradásokat fürdőbelépők támogatásával egy kicsit vonzóbbá tudjuk tenni. Ennek az egyeztetése folyik, de bízom benne, hogy mindenki nyitott lesz erre a kérdésre. Hogy vért és ments meg három életet? Így van, így van. Hogy miért jó vért adni, én erre ezt a szlogent szoktam mondani, hogy adj vért és ments meg három életet, egy a sajátod, mivel megnyugtatóan megtudod, hogy egészséges vagy, az az ember, akinek adod, illetve a vérbizonyos alkotó részeiből gyógyszert is készítenek, tehát ő az a harmadik ember. Köszönöm az interjút, sikeres napot kívánok! Én is köszönöm szépen, minden jót kívánok!